Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Igazából mondhatnék szép estét is, de mindegy. Megint szörnyűek a fények, ne haragudjatok. Ebben a videóban az Art Deco-nak az adventi kalendáriumát fogjuk kibontani. Itt az elején ki lehet hajtani ezt a két oldalt, és akkor egy ilyen szép karácsonyi kis látképet látunk. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik, mondjuk túl nagy ez a kinyitható cucc, szóval ezt én inkább letépném róla, hogyha úgy van. De amúgy maga az adventi kalendárium jó pofa, jók a színek, és látszik, hogy karácsonyi a téma. Ide ki is támasztom magam mellé, lássam rendesen a számokat, és akkor nézzük, hogy mi van benne. Első nap rögtön egy rúzs van, ami tök jó. Ez a... hát itt most melyik az árnyalat? 134.140.07x. Mindegy. Ez egy nagyon sötét, kicsit vöröses lila rúzs. Nagyon kellemes ilyen vaníliás kifli illata van, vagy vaníliás cukor. Amúgy tök jó lenne, nagyon tetszik, hogy rúzs van első nap, viszont szerintem ez egy nagyon-nagyon sötét szín. Másodikán egy ilyen mágneses hátú szemfesték van. Ez a 44A árnyalat, Pearly Light Pistachio. Próbálom kicsit eltolni, hogy rendesen lássátok a színét. Ez egy ilyen nagyon halvány, ilyen sárgás zöld. Nem rossz, de nekem ez annyira nem tetszik. Harmadikán sajnos csak egy ilyen kis próba van. Ez pedig a Wonder Skin Primerből egy 2 ml-es teszter. Negyedikén egy körömlak van, egy Color Base, a melyik árnyalat, talán az 1030 az árnyalata. Egy csillámos, pinkes, vörös. Ötödikén egy fekete szemceruza van. Hatodikán egy szempilla spirál van, Amazing Effect. A neve és azt írja, hogy mini a keféje, viszont maxi volument ad. Jó pofa kis karácsonyi dizájnja van. Hetedik nap ismét egy rúzs van, ennek nekem sokkal jobban tetszik a tégeje. Ez pedig a 12.505-ös árnyalat. Szinte ugyanaz szerintem, mint első nap, egy sötét lila. Nyolcadikán egy ceruza van, Invisible Lip Contour. Szóval ez egy átlátszó szájkontúr. 9. szintén egy ilyen mágneses hátú termék van, ez pedig a Farzsú, talán így kell kiejteni, ez egy pirosító, és nagyon szép színe van szerintem. 10. egy Long Lasting Liquid Liner van, szóval egy hosszantartó, folyékony szemhéjtus, szintén fekete. 11. pedig egy ápoló, vagy egy ilyen puhító bőr tinta van. Azt írja, hogy a friss és szép bőrért. Árnyalatot nem látok, tippelek, hogy nem halványkék, de ezt most sajnos nem tudom megmondani. Annyit ír, hogy ez egy színezett nappali arckrém. Talán a 3-as. Van rajta egy 3-as, lehet, hogy az a szín. Mindegy, nem szeretném most kinyomni. 12. egy paletta van, de tippelek, hogy üres, így van. Ebbe lehet beletenni ezeket a mágneses hátú termékeket, és ez valamilyen special design, ugyanis Stefan Schraut és az Art Deco kooperációjából született paletta. 13. egy galaxis szempúder van a 20-as Gold Dust árnyalatban, szóval ez egy ilyen arany szemhéjpúder ecset, úgymond. 14. ismét egy körömlak van, ez pedig a 622-es árnyalat, egy halvány rózsaszín körömlak. 15. ismét egy mágneses hátú termék van, és ki van nyílva így. Ez pedig egy Glow Powder, a 23A Pearly Golden Dawn árnyalatban. Hát, most ezt vagy highlighterként használja az ember, de szerintem még szemhéj púderként is teljesen jó. Egy nagyon szép halvány arany, illetve egy kis pezsgős szín. 16. ismét egy köröm termék van, ez viszont
egy szín- és ápoló bázis. Szóval ilyen, gondolom, felélinkíti kicsit a színt, és közben még védi is, vagy hát ápolja a körmöt. 17-én valamilyen folyékony rúzs van, ez a Full Matte Lip Color, ez egy hosszantartó rúzs a 38-as árnyalatban, azt írja, hogy mega matt. Amit én speciál annyira nem szeretek, mert nem is áll jól, nem is jó érzés nekem, és valahogy így a belső részt soha nem fedi be, és emiatt nagyon hülyen néz ki. 18-án már megint egy szemhéj tus van, de ez valószínűleg nem fekete, mert az van ráírva, hogy 24, és szerintem ez lesz itt a szín jelző. Ez egy arany csillámos sötét zöld, vagy kicsit ilyen libafors zöld árnyalat. 19-én egy Nail Whitener Pencil van, na hát ezt ilyenről nem is hallottam. Ez egy körömfehérje fa ceruza, azt írja, hogyha szó szerint lefordítom. Nézzük, hogy milyen a hegye. Oké, eléggé spicces, tényleg fehér. Először arra tippeltem, hogy ez egy fehér szemceruza, de valahogy a körömre van. Ne kérdezzétek, hogy kell használni, mert nem tudom. Hogy így megdörzsölöd, és akkor fehérebb lesz. Ezt nagyon szívesen kipróbálnám, mert a bal kezemen valamiért soha nem 100%-osan fehérek a hát a körmön fehér része. 20-án, valami érdekes dolog van, egy ilyen kis fekete szütyő. És ebben kis lapocskák vannak, tippelek, hogy ezek ilyen mattító lapocskák, amúgy mást nem ír. Nézzük a 21. napon, ez egy picike mágneses hátú szemhéjpúder, a 68-as Pearly Cloud Dancer, szóval felhőtáncoló árnyalat, egy nagyon szép ezüstös halványkék szín. Hát közeledünk a végéhez, most jön a 23. ajtó. Nem, hülye vagyok, a 22 jön a 21 után. És ez pedig egy Perfect Tint Corrector. Szóval ez egy korrektor, egy folyékony korrektor, méghozzá a Light Olive, szóval ilyen halvány zöld, 60-as árnyalat. Ilyen az eleje, ez, hogyha egy kicsit így tunkolja az ember, akkor egy idő után felszívja magát a színt, és ezt itt lehet tekerni, amit most én inkább nem szeretnék, nehogy valami kifolyjon. És most nézhetjük, hogy mi van 23-án. Ez ismét egy körömtermék, most már a 4., és ez egy all-in-one körömlak, szóval minden az egyben. Gondolom ezt lehet ápolóként használni, bázisként, topcoatként. Ja, ennyi. Egy átlátszó körömlak. Na és most értünk, a végére nézzük 24-én ez milyen termék. Hot Chili Lip Booster. Ez egy ilyen limitált kiadású ajak feltöltő csilis szájfény, hogyha jól tippelek. Igen, azt írja, hogy ez egy szájfény. A 29Z árnyalat. Egy érdekes, kicsit ilyen halvány, narancssárgás termék. Kicsit furcsálom 24-ére, akkor én inkább mondjuk a szempillaspirált tettem volna bele. De mindegy, lényegtelen, vagy akár egy rúst. Nem rossz, mert legalább ajak feltöltő és limitált kiadásos. Hát ennyi lett volna, nekem valamiért most az az érzésem, hogy nagyon gyorsan ledaráltam ezt a videót, aztán valószínűleg ugyanannyi volt, mint általában. Na mindegy, nyugodtan írjátok meg ti is a véleményeteket, tőlem ez a kalendárium kap mondjuk 3,8 pontot. A 4-et annyira nem szeretném megadni, mert volt már jobb kalendárium, amire 4 pontot adtam. Vannak benne jó dolgok, de én úgy érzem, hogy sok minden kicsit ismétlődik, vagy nem hordható szín. Szóval tőlem 3,8 pontot kap. Mielőtt még valaki kérdezni, ez már nem eladó. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a csatornámra, hogyha még nem lennél feliratkozva. Én Szeni voltam, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!